az MTA ELTE lendülettörténeti folklorisztikai kutatócsoport 2018 óta foglalkozik a lokális közösségekben élő katolikus és protestáns alsópapsággal. Vizsgálja annak helyi társadalmi funkcióját, mindennapi életvilágát, mentalitásának változó és sokszínű viszonyrendszerét a 18. és a 20. század közötti Magyarországon és Erdélyben. Olyan kérdésekre keressük a választ, hogy gyakorlatilag milyen csatornái voltak a kultúra közvetítésnek a 18-19. Illetve 20. században, ebben a kultúra közvetítő folyamatban milyen szerepet játszott a papság, mint az egyik legfontosabb helyben élő értelmiség, hogyan határozták meg a helyi szokásokat, a lokális vallási mozzanatokat, és hogyan közvetítették tulajdonképpen a népi kultúrát az elit társadalmi rétegek felé. Ezt a kutatást levéltári források alapján lehet elvégezni a történetiségben, hiszen olyan időszakban vagyunk, ami megelőzi a néprajzi gyűjtések korát, pontosabban a 19. században induló néprajzi gyűjtések nem terjedtek ki erre a problémakörre. Alapvetően a papság nem állt a néprajzi érdeklődés középpontjában, már csak azért sem, mert maguk a papok kezdtek el nagyon gyakran népi kultúra iránt érdeklődni, és mondjuk az ősvallás vagy a népköltészet elemeit gyűjteni a 19. század első felétől. Levéltári forrásokat kell keresnünk, amelyekben egyrészt maguk a főszereplők, tehát az alsópapság tagjai szólalnak meg, ezeket ego dokumentumoknak hívjuk, amikor egyes szám első személyben megnyilatkozik a történeti cselekvő, a történeti gondolkodó ember, és így közelebb jutunk egy adott ember mentalitásához, naplókra, prébániai háztörténetekre, vagy levelekre, olyan típusú nem hivatalos levelekre kell gondolni, amelyekben tehát ennek a társadalmi rétegnek a mentalitása fellelhető. Másrészt előszeretettel vizsgálunk úgynevezett konfliktusos iratanyagokat, amelyekben látszólag normaszegések állnak a középpontban, például papok, lelkészek normaszegései, de valójában minket ezekben az esetekben a mindenkori megnyilatkozók narratívumai érdekelnek. A kutatócsoportunk azt vállalta föl, hogy esettanulmányokat készít, nem is keveset, mert közel áll hozzánk a történettudományban mikrotörténetnek nevezett irányzat. Ugye ezeken az esettanulmányokon keresztül, mint csebben a tenger, tudjuk felfedezni az adott szociokulturális milliót, azokat a viszonylatokat, ilyen kölcsönhatásokat, társadalmi mechanizmusokat, amelyeket, hogyha távolabbról nézzük a történelmet, akkor nem tudjuk felfedezni. A néprajzi gyűjtések megindulása előtt az írástudatlan nép ugye nem hagyott közvetlen nyomot maga után. Ez a forrásanyag viszont nagyon alkalmas arra, hogy lássuk azt, hogy maga a papság hogyan határozta meg a szokásrendet. A 18. század vége előtt ez szinte feladata volt a papságnak, különösen a felvilágosodás idején, a 18. század második felében, hogy megpróbálja megreformálni a népi kultúrát. Majd ez az attitűd a 19. századba áttérve fokozatosan átalakult a népi kultúra iránti érdeklődés attitűdjévé, hogy aztán elkezdődjön a néprajzkutatás. Van egyfajta ilyen tudománytörténeti szál ebben az egész kutatásban, másrészt pedig az a fajta törekvésünk, hogy a mindennapi élet, a hétköznapi életvilágok megközelíthetővé váljanak, és itt ezen a téren nem utólag a néprajz által kimutatott népszokások nyomait keressük föltétlen, vagy később népi hiedelemként azonosított dolgok előzményeit keressük föltétlen, hanem a maga komplexitásába szeretnénk a mindennapi életet megragadni, amiben van gazdasági oldal, amiben van az emberek hétköznapi, a betevő falatért való küzdelme, és itt egyébként a papságnak például a napi szintű eltartásával, anyagi eltartásával kapcsolatos rengeteg iratanyagról is szó van, mert hogy a közösség tartotta el a papját, és itt van cserébe a papok által nyújtott szolgáltatások, idézőjeles szolgáltatások egész özöne, amit úgy hívunk, ugye, hogy szentségi, szentelményi gyakorlat, vagy az a fajta pasztorációs tevékenység, amit a pap az adott közösségben végez.
A munka eredményeként a csoport workshopokat és konferenciát tartott, kiadványok is születtek. Így a téma nagy átfogó tanulmánykötete és a kutatók lokális közösségekről szóló monográfiái. A kutatócsoport egyik vállalása volt az is, hogy egy digitális, online elérhető adatbázisban elérhetővé tegye azokat a nyomtatásban megjelent lelkészek vagy papok által írott munkákat, amelyben reflektálnak valamilyen módon a lokális kultúrára, vagy az adott falunak a mindennapi életére. Az adatbázisban ilyen műfaji megkötés nélkül mindenféle cikkeket, vagy akár teljes monográfiákat, könyveket is gyűjtünk. Elsődlegesen a 19. században a formálódó néprajztudomány, irodalomtudomány és történettudomány folyóiratait kezdtük el szisztematikusan átnézni ebből a szempontból, például a magyar nyelvört, a századokat, az etnográfiát, valamint elkezdtük a vallásos folyóiratokat is átnézni, mint például a religiót. Most már több mint 1000 tétel szerepel ebben az online bibliográfiában, mindegyik történelmi egyház képviselteti magát bennet, most már a kutatócsoport honlapjáról elérhető bárki, és megnézheti és böngészhet ebben a több mint 1000 tételben. Ez az adatbázis elsődlegesen szakmának készült, tehát a tágan értelmezett társadalmányok is valószínűleg nagy haszonnal fogják forgatni. Ugyanakkor azt gondoljuk, hogy ez érdekelheti most is a jelenlegi plébániákat, helyi gyülekezeteket is. Azt reméljük, hogy esetleg a továbbiakban ez majd kibővülhet az ő segítségükkel.